Az MSZP párbeszéd képviselőjelöltjeként indult a hármas számú választókörzetben dr. Mészáros Géza. A bekövetkezett eredmény az nem okozott számomra bizonyos értelemben meglepetést. Sok-sok tanulsággal szolgált ez számomra, annál is inkább, mert akkor, amikor az ember egy ilyen eseménynek úgymond a perifériáján van, egy kívül van, akkor egész másként ítéle meg, amikor érintett. Nos, én a érintettség teljes mértéke vonatkozott ilyen értelemben rám, és sok olyan dolgot láttam, amit mondom, perifériával nem sikerült. Meg ez érvényes úgy globálisan is, tehát Magyarország tekintetében érvényes ez a hármas számú választókörzetnek, aminek a jelöltje voltam a MSZP párbeszéd úgymond jelöltjeként, másrészt pedig a településünkre, városunk tekintetében is. Tudomásul kellett venni, hogy a baloldal erőforrásai, független attól, hogy az ember a 63. életévét tapossa, és gondolná sokan azt, hogy egy naív döntés volt az ember részéről, de ezt csak belülről lehet jól látni. Tehát mind az erőforrások, mind az a helyzet, amiben a Magyar Szocialista Párt ma van Magyarországon, nem egy jó szereplésben volt remény, de a végeredmény nagyjából ezt kellett, hogy tükrözze, és ezúton is szeretnék gratulálni Móring József Attila képviselő úrnak ahhoz, hogy immáron többedik alkalommal megnyerte az egyéni választókörzetet, és én csak azt kívánom ilyen értelemben neki, hogy a településünk és a körzetünk javára tevékenykedjen, és azokat a neurologikus kérdéseket, dolgokat, pontokat, ami úgymond mind a hármunknak, tehát a komolyabb jelölteknek a, úgymond a programjában benn volt, hogy ezt valósítsa meg, mert ezt várják tőle az emberek. Nos, én azt látom, látva a választási eredményt, így látva úgymond megyének egy negyed részét, ahol nagyon szomorú tapasztalataim vannak, mert elgondolkodtató az a mi tekintetünkben, és ezért engem lehet ítélni vagy megítélni, hogy Marcelli után, hangsúlyozom a hármaszámú választókörzetben, Marcelli után a legnagyobb városban, ami 6000 lelket számlál, nem található baloldali szervezet, akivel a kampány során kontaktus lehetne teremteni, és esetleg segítenék az embernek a munkáját. Az országos politikából, az MSZP-ből május 1-ével kilépett a politikus. Azok, akik ma a pártelitet, hogy mondjam, jelentik, azok hosszú évek óta tevékenykednek a pártban, és amennyiben, ha az aranytojástól jött tyúk a zsebükbe lett volna eddig is, vagy a nagy ötlet meg lett volna, akkor azt meg lehetett volna valósítani, függetlenül, hogy valaki pártelnök, vagy pártigazgató, vagy egyszerűen csak az elnökség tagja, én sem a személyükben, sem a kialakult helyzetben nem látom azt, hogy nekem ebbe továbbra szerepet kéne vállalni, és azért döntöttem én úgy, hogy egyrészt kilépek a Magyar Szocialista Pártból, másrészt pedig a választott és vállalt funkcióimról május 1-i hatállyal lemondtam, illetve azt követően pedig, hogy mondjam, kodifikáltan nem kívánok baloldali politizálást csinálni. A helyi közéletben, mint önkormányzati képviselő továbbra is részt kíván venni. Nyilvánvaló, én az a típusú ember vagyok, katonaemberként, és lélekben mindig katona maradok, illetve lélekben baloldali ember maradok, de ez egy sokkal nagyobb szabadságot és olyan helyzetet teremt majd számomra, amikor nem kötnek olyan, hogy mondjam, párt, békjók, amiben valami mellett le kell tennem a voksot, vagy nem kell tennem, vagy véleményt kell mondanom, hogy ezek a békjók befolyásoljanak. Továbbiakban is aktív részese a város életének a politikus. A helyi közéletben, mint önkormányzati képviselő, én továbbra is részt kívánok venni. Nyilvánvaló, hogy a jövő ősszel jár le a ciklus, és nyilvánvaló, még sok idő van addig, hogy utána a folytatásról majd döntés szülessék benne, mert ezt nem is akarom, és nem is engedem, hogy ebben más befolyásoljon ilyen szempontból. Ugyanakkor azt, amit az emberek kértettem eddig, meg ahogyan tettem, ebben nyilvánvaló komoly változás nem lesz.